Mondta-e már más is neked, hogy a legszebb szó a neve? A Kora Kádár korszakot idéző csendes otthon zenés filmkomédia bemutatója óta 66 év telt el. De vajon hogyan lett Galambos Erzsiből Ácséva? Úgy kezdődött, hogy én bent voltam a Rákóczi hadnagyában című filmben, amit a Bán Frigyes rendezett. És megtetszett az én kis lényem. Na hát én akkor még egészen gyerek voltam, tehát 20, nem tudom én, nagyon 20 voltam, és azt mondta, hogy hát ebben a filmben már minden szerep ki van osztva, de csinálok egy filmet, a Csendes otthont, és annak te leszel a főszereplője. Akkor én eljöttem a Miskolci Nemzeti Színházból, és kaptam egy értesítést, hogy ekkor is ekkor időpontban Csendes otthon felvétel, ruhapróba. Abszolút, abszolút megijedtem, közben nagyon örültem. Mit keres itt? Ezt én kérdezhetem magától. Ne tréfáljon! Ez az én lakásom. Na ne mondja! A cselekmény bonyodalma két főszereplő Ácsévát alakító Galambos Erzsi és Berki Andrást játszó Zente Ferenc köré épül, akik tévedésből azonos lakás kiutalást kapnak, és bár próbálnak megszabadulni egymástól, de pár nap leforgása alatt egymásba szeretnek. Gyerünk. Úgy éreztem akkor, hogy bent vagyok egy csodálatos burokba, és olyan dolgok történnek velem, mint ahogy a hamupipők elmegy a bálba, tehát az egész számomra, és azt mai fejjel mondom, 91 évesen, hogy egy csoda volt. Megismételhetetlen csoda. Amit csináltam, az ösztönös volt, meg amit a Frici bácsi ott mutatott, hogy erről szeretné hagyni az úr, és próbáltam azoktól a nagyoktól, akikkel együtt játszottam a Csendes otthon, ellopni bizonyos dolgokat, hogy hogy csinálják. Köszönöm magának ezt a szép estét! Ne nekem köszönje maga azokat! A Zente, ez egy bájgőr. Borzalmas, kedves volt, nem éreztette velem azt, hogy én abszolút, tehát a nullából jöttem. Én úgy ragaszkodtam hozzá, szóval, hogy és kértem, hogy segítsen. És minden nap van meleg víz? Dehogy, csak szerdán és szombaton. A filmben a két főszereplő mellett olyan színésznagyságok jelennek meg, mint Psota Irén, Fónai Márta, Ungvári László vagy Egri István. Zoltán, a maga lánya rejteget valakit a fürdőszobában. Egy férfit! Lonci! Már maga az, hogy bejött a Psota Irén és szóba állt velem, vagy az Ungvári László, vagy a Fónai Márta, meg a többiek, akik játszottak a filmben, az nekem maga volt a csoda, hát én azokkal az emberekkel nem találkoztam. Tehát Galambos Böske a Dembénszky utca 4-ből bekerült a filmesek közé. Nem volt az, hogy nem kapok levegőt, hogy meglátom ezeket a színészeket, hanem partnerek lettünk. És azt hiszem, hogy nincs is olyan magyar nagy színész, akivel én nem játszhattam volna a televízióban. És ez azért fájdalmas, mert hát ebből nagyon sok kollégám nem él sajnos. Mint hogy a Csendes otthonban azt hiszem, hogy én vagyok az egyedüli, aki még élek, remélem. Nagyon sokáig. Imádom ezt a műfajt, hogy élet. Én azt hiszem, hogy a világon a legnehezebb, lelkileg a legsúlyosabb pályát választottam kiskorom óta, de a legszebbet. Hogy mondjam, ez 7-től 10-ig maga a csoda. Tehát én az egész életemet egy csodába éltem le. Fogják meg, túl vagy! Fogják meg! Fogják meg! Hoppá, fogják meg!
Az életimádó és örökké fiatal galambos Erzsit és a Csendes Otthon digitálisan restaurált változatát szeptember 17-én szombaton a Toldi moziban láthatják az érdeklődők. Berki, András és Neje megérkeztek Csendes kis otthonunkba.